2017. január 1-ével megvalósult az, hogy gyógyszerészi többségi tulajdonba kerültek ugye a gyógyszertárak, a patikák, és erre mondja azt, még egyszer felolvasom önöknek az idézetet, Karácsony Gergely árnyék kormányának egészségügyi megmondó embere, hogy felülvizsgáljuk a gyógyszertárak verseny ellenesen korlátozott szabályozását, megszüntetjük a gyógyszerészek kötelező többségi tulajdonának a rendszerét. Ez egy fájdalmas és rossz üzenet, már csak a múlt miatt is a magyarországi gyógyszerészeknek. Én azt tudom mondani önöknek, hogy amíg Magyarországon ez a kormány dolgozik, ez a kormány végzi és végezheti a munkát, addig a gyógyszerészektől senki nem veheti el a számukra most többségi tulajdonban odaadott gyógyszertárakat, illetve patikákat.